Engem 85-től idegesített nagyon a mi helyzetünk, hogy az oroszoknál is lesz valami változás, nálunk meg soha semmi. Mindig bennem volt egy nagyon erős érdeklődés a berendezkedés és annak a változása iránt. A házunkban lakó Szabó mester 5. koromban meg is jósolta, hogy téged biztos föl fognak akasztani, mert ott sokat beszélgettünk, ő kicsit részeges volt, és akkor... Nos, és 85 után elkezdtem keresni, hogy ki is, egyáltalán készülődik-e nálunk valami, kik azok, akik készülődnek. És megismertem bizonyos szempontból a beszélő körét, és aztán eljártam, voltam egy-két eseményen a jurtában, és amikor 88 kora nyarán, vagy nem tudom mikor, jelentkeztem Lezsák Sándornál, hogy én szívesen segítek a szervezésben, végül is egy fiatal közgazdász lehet, hogy hasznos lesz nektek. Rám bízta a Dunántúli szervezést, az MDF Dunántúli szervezését, és az első országos gyűlésen, ez volt azt hiszem 88 márciusában, ha jól emlékszem, akkor a MDF elnökségi tagjává választottak. Nem, tehát utólag tudom értelmezni miért, mert egy fiatal, vidéki férfi közgazdász, aki vállalati vezető, hát azt be kell választani, ha ismerik, ha nem. Tehát ez egy ilyen a nyerő ló.